Idén dr. Gyerebek Ilona gyermekorvos és Kovács Ferencné körzeti nővér részesült elismerésben. Mindketten 47 éven át szolgálták az egészségügyet és a betegeket. Nagyon meghatott vagyok. Nem is tudom, hogy miért. Nem annyira jellemző rám a meghatódás, de valahogy jól is esett nagyon, és megható volt számomra. Kovács Ferencné sem számított az elismerésre. Mint mondja, ez nem szakma, hanem hivatás, anyagi javakkal nem jár. Ha valaki nem érzi, és nincs a betegek iránt érzelme, akkor ezt pénzért én szerintem nem nagyon lehet csinálni, még hogyha ötször annyi a fizetés, akkor sem. A Humán Közszolgálati Szakbizottság elnöke szerint ez a díja minimum, amit mindennapos, áldozatos munkájukért cserében megérdemelnek az egészségügyben dolgozók. Az a munka, amit elvégez a tisztelt orvos vagy a tisztelt védőnő, azt gondolom, hogy ez magáért beszél. Ezt az életpályát látva, ezt az életpályát megtapasztalva, ha mi csak politikusok papíralapon is, de azért a számok tükrében azt gondolom, hogy amit tesznek a gyerekekért, felnőttekért, emberekért, értünk, azt gondolom, hogy akkor nincs... Nem lehet megkérdőjelezni, hogy ezt az elismerést kinek és mikor kell odaadnunk. Cserpalkovics András székesfehérvár polgármestere az ünnepi gondolatok mellett napjaink problémáiról is beszélt az ünnepségen. Mint mondta, elszent dolog lenne azt mondani, minden rendben van és jó úton halad. Éppen ezért a város erősíteni szeretné szerepét az egészségügyben, de ez csak a benne dolgozók közreműködésével lehetséges. Elindul egy egészségügyi program kialakítása a városban, amiről reményeink szerint a csütörtöki közgyűlés döntést fog hozni. Ez egy egészségfejlesztési irányvonalat határoz meg a városban, amin belül közösen kell a szakemberekkel megtalálnunk a helyét az alapellátásnak, a szakellátásnak, természetesen egy jó járóbetegellátásra és alkalmas szakrendelővel, a laborral, ez gondolom nagy hiány Székesfehérváron, és hát persze nagy kérdés, mi lesz a megye fenntartásában működő Szentgyörgy kórházzal. A polgármester arra is kitért, amennyiben szükséges, a város kész fenntartani a vidék egyik legnagyobb kórházát, a Fejér megyei Szentgyörgy kórházat, hisz a biztonságos működés és fejlődés a legfontosabb az alapellátás életében, és ebben a kórháznak is jelentős szerep jut.